Az Európai Uniónak mindent meg kell tennie a megszállt ukrajnai területekről Oroszországba hurcolt gyermekek hollétének felderítése és hazatérésük megkönnyítése érdekében, jelentette ki Ursula von der Leyen az Európai Bizottság elnöke az Uniós Parlament brüsszeli plenáris ülésén. Mint fogalmazott, az ukrajnai háború a kegyetlenség és brutalitás új dimenzióit érte el, amikor az orosz erők több mint 16 ezer gyereket hurcoltak el otthonukból Oroszországba, elszakítva őket családjuktól. Amennyiben az EU nem avatkozik be, ezek a gyermekek a jövőjüket is elveszítik, hangsúlyozta. Az Európai Bizottság elnöke felhívta a figyelmet, hogy az orosz törvényhozás által tavaly májusban elfogadott cinikus örökbefogadási törvény megkönnyítette a gyerekek orosz családoknál való elhelyezését, ezért nagy a veszélye annak, hogy nyomuk vész. Ez háborús bűncselekmény azokat, akik ebben részt vesznek, bíróság elé kell állítani. Ez indokolja, hogy a Nemzetközi Büntetőbíróság elfogató parancsot adott ki Vladimir Putyin orosz elnök ellen, akinek ezzel a döntéssel jelentősen szűkült a mozgástere, jelentette ki Ursula von der Leyen.